Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Stúdiónk mai vendégével leginkább egy másik díszletben szoktunk beszélgetni mindenféle aktuális egészségügyi megelőzéssel kapcsolatos témákról, de olvashatnak vele számos ilyen interjút a Fehérvár magazin egészség oldal hasábjain is. Ma inkább az ember kerül középpontba, azt már tudhatják róla, hogy szenvedélyes gyógyító, sokat foglalkozik a kórház és a gyógyítók történetével, és kedveli a kultúrát is. Stúdiónk vendége Altóriai András. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nos, hát szenvedélyes gyógyító, ez nem titok, de honnan a vonzódás az orvosi pálya iránt? Hát én egy orvoscsalád sarja vagyok. Az édesapám és a nagybátyám is orvosok voltak, velük találkoztam, a nagypapával, a dédpapával pedig nem, ők korán vagy fiatalon meghaltak. Úgyhogy hát jellemző, hogy az én generációmban 6 fiú volt, és abból 4-en lettünk orvosok. Hát ugye a sebész Altóriai professzor is ebbe a társaságba tartozik. Tehát akkor egyfajta családi kötelezettség is volt, ezt mondhatjuk. Igen. Hát így utólag visszanézve ez egy szerencsés választás volt, tehát azt gondolom, hogy orvosnak, de hát nyilván hozzá lehetne tenni azt, hogy pedagógusnak is, igazából csak a gazdag emberek mehetnek el, azok, akik pazarló módon vannak megáldva mindennel, és tudnak a gyöngyeiket szét tudják szórni. Úgyhogy, mert kell a működéshez, és hát zárójelbe teszem, hogy a mostani nyomorúságos egészségügyi helyzetben is ezeknek az önkéntes adakozóknak lehet köszönni azt, akár a nővér fronton, akár az orvos fronton, hogy még harcban állnak csapataink. De ez azt is jelenti egyben, hogy a maga pálya, az életpálya iránt is elkötelezettség, illetve szeretet kell, nem elég a családon belüli elhivatottság. Persze, nem. Meg én azt gondolom, hogy tehát egyrészt egy egészségügyi tudás vagy ismeret, másrészt pedig egy személyiség, egy megértő attitűd és egy valamilyen alázat is. Tehát minél öregebb vagyok, annál megértőbb vagyok, úgyhogy már ezt is láttam, meg azt is. Meg van az a mondás, hogy az orvostudományban és a szerelemben nincs mindig és soha, nincsenek abszolút kategóriák. Épp ezért például nagyon nehéz a mérnököket kezelni, mert a mérnöki tudományokban ugye az van, hogy mindig minden körülmények között azok a törvények, amiket ismernek, azok fennállnak. A biológiában egészen más van, itten valószínűségek vannak, egészen más, szóval nincs a mindig és a soha, gyakoriságok vannak, a gyakori betegségek gyakoriak, a ritkák meg ritkák, úgyhogy ahogy ezt szokták mondani. Folyamatos változás és kihívásokkal teli akkor ez a szakma? Igen. Én 20 évig kórházban dolgoztam, és hát azóta lassan majdnem 20 éve pedig magánorvosként. És akkor azt gondoltam, hogy hát már mindent láttam, kényelmesen hátradőlök, és megoldunk minden problémát. Rendszeresen vannak olyan betegeim, amilyet soha nem láttam. Rendszeresen vannak olyan problémák, amiket utána kell olvasni, utána kell nézni, konziliumokat kell kérni, más szakembereket, szóval nagy fejtörés az egész. A kórházat említette, hogy 20 évig dolgozott a kórházban, és
Az egy dolog, hogy az ember elhivatott mondjuk a pálya vagy a szakma iránt, de azért ön elhivatott azért is, hogy a kórház történetét, a múltját, illetve a gyógyítóknak az emlékét is akár, vagy a nyugdíjba vonult gyógyítókat is mindig szem előtt tartsuk, és ne feledkezzen meg róluk az ember. Hát én azt hiszem, hogy, hogy ezek az emberek fantasztikus időknek a tanúi voltak, és hát egy-egy ilyen a városban 10-20-30, nehogy Isten 40 évig élő vagy dolgozó orvos, hát olyan ismeretanyaggal rendelkezik. Ugye most a napokban halt meg a Kovács Tibor főorvos, és a betegeim jelentős része azzal jön, hogy hallottam-e, hogy mi történt. Mert annak idején én küldtem oda, ő küldte ide. Szóval minden ilyen kapcsolatban benne van ez az egész. És hát a Tibor is egy nagyon híres, vagy méltán híres jó orvos volt, mert szinte mindent észrevett, amit elé került. A Senior Orvosklub is akkor mondjuk ezt szolgálja, hogy egybe tartsuk a régi gyógyítókat, illetve megmaradjon az a tudásanyag, ami az ő birtokukban van? Hát, vagy egy kicsit az ő lelküket is gondozni kell? Én orvosi kamarás is vagyok, és az orvosi kamarában hát többféle feladatom volt, és az egyik az, hogy lassan már, nem is tudom, 25 éve a Magyar Orvosokért Alapítvány kuratóriumában ülök, és hát ott ezeket a szerencsétlen sorsú hát magyar orvosok írhatnak, kérhetnek, és mi ezt teljesítjük. És egyszer, amikor jöttem haza Budapestről, akkor azon gondolkoztam, hogy hát mivel tudnánk itt a fehérvári, Fejér megyei orvosokon segíteni. Annyi pénzünk nincs a Fejér megyei kamarának, hogy mindenkinek pénzt adjunk, mert ez lenne a legegyszerűbb. És akkor egy ilyen erkölcsi ügyet találtam ki, hogy vendégségbe kéne hívni egy évben egyszer az orvosokat, azokat az embereket, akik ugye egész életüket a közért adták, és hát benne voltak a nyüzsgésben, és a nyugdíj után pedig egy ilyen kicsit légüres térbe kerültek, hogy most akkor mit csináljak, stb. És aztán ebből lettek ezek a találkozók, és hát tavaly volt a 10. találkozó, és amikor úgy végignéztem azt, hogy az első találkozókon kik voltak, azóta azokkal mi történt, több mint 60 ember meghalt azóta. És szóval olyan ismeretek, találkozások, tudások szűntek meg, amelyeket nem lehet egy könnyen pótolni. De hát azt gondolom, ugyanez megvan a nagy tanáregyéniségek között, a nagy bármilyen szakmát űző tanítók, vagy tudósok, vagy mesterek között. Szóval ez biztos, hogy így van. Hát én azt gondolom, ebből lehet tanulni is. És hát azt láttam, hogy ez a szeniorokkal való foglalkozás, hogy egyáltalán eszünkbe jutottak, ezt mindenki nagyon élvezte, és nagyon szerette, vagy szereti. Szereti, hiszen ez még most is még folyamatos. Most is, igen.
A másik terület, amit már itt a beköszönés kapcsán említettem, a kultúra területe, hiszen akik mondjuk Székesfehérváron mozognak a kulturális élet egyéb területein, ott önnel rendszeresen találkoznak. Honnan ez a vonzódás a kultúra irányába? Én azt hiszem, hogy valamilyen szinten mindenki egy kicsit fogyasztja a kultúrát, és azzal, hogy egy orvos hát működésének színhelye az ugye a kevésbé napos oldal, néha az árnyék oldal, az biztosan azt jelenti ahhoz, hogy ez a kettő egyensúlyba maradjon, a napos oldallal is kell találkoznunk, és én azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy még talán nem is voltam orvos, ahhoz, hogy egyensúlyba maradhassak, ahhoz van szükség a szépre, a jóra. Akkor ez egyfajta gyógyító stresszoldás a kvázi saját receptre. Igen, igen. Hát a harmónia, visszatalálás a harmóniához. Egy keresés és találás a harmóniához. Tehát, hogy igen. Hát a lélek békéje, a derűje, szóval ez mind-mind kell hozzá. Múltkor olvastam egy olyan kis gondolatot, hogy az, aki tud nevetni a saját hibáján, vagy a saját életén, az egész életében jól szórakozik. Úgyhogy szóval ezt a képességet, hogy tehát az, hogyha valaki térdre rogyik, az teljesen emberi, de onnan felállni, az igazi művészet. Van egyébként kedvenc terület? Kortárs művészet inkább, vagy képző, vagy iparművészet, vagy mindenevő? Hát majdnem azt mondom, hogy majdnem, természetesen vannak kedvencek, tehát akár olvasmányélményekben, akár látványban, persze, de ez majdnem azt mondom, hogy kortól független. Tehát a kortárs művészetben is vannak kifejezett kedvencek, és hát ugye a város, Fehérvár nagyon sokat köszönhet a Kovalovszky-Kovács házaspárnak, aki ugye ezekkel a fantasztikus 20. századi, meg egyáltalán nem csak 20. századi művészeti sorozataikkal fölnyitották a szemét, és egy bizonyos tudáshoz juttatták az arra érdeklődőket, úgyhogy az mi is ott nagyon sokat tanultunk. Vörösmarty Társaság? A Vörösmarty Társaság is. Ha már a kulturális területen tartunk, hiszen ott is azért aktív, igen, lelkes. Igen. Hát ott a kezdetén hát fantasztikus emberek voltak. Tehát én a Takács Imrével találkoztam leghamarabb, és aztán volt még ez a dunántúli, vagy közép-dunántúli írócsoport, és akkor ott a Sobor Tónival, meg a Péntek Imre, meg nem tudom, szóval ezek a fiatalabbak is jöttek, akkor a Vörösmarty Társaságban a Bakonyi Pista, Mohácsi tanár úr, Román tanár úr, tehát olyan ászokkal keveredett hát kapcsolatban az ember, és hát, ha valami gondolat eszembe jutott, és nem tudtam, hogy ezt a verset ezt kiírta, vagy hogy, akkor fölhívtam a Mohácsi tanár urat, hogy mondom, segítsen már nekem, és hát az öreg fiú az mindig mindent könyv nélkül rögtön mondta az egész verset, szóval tehát ez nyilván egy adottság. Amikor a Sobor Anti meghalt, a temetésén egy ápolónővel találkoztam, és hát kérdeztem, hogy ő is ismerte, és akkor azt mondta, hogy
Ő nem ismerte a tanárurat, de a fia, aki most nem lehet itt, az arra kérte, hogy jöjjön el a temetésére. Hát ennél nagyobb dicsőséget nem is szerezhet az ember. Nem csak, hogy aktív résztvevője a programoknak, de sokszor a motorja is. Igen. Ez a természetéből fakad? Nem tudom, hát mondjuk talán az igazságtalanságot rosszul tűröm, hogy valaki megérdemelné, hogy szót ejtsünk róla, és elmaradt, vagy nem tudom. Meg egyáltalán, hogy érdekes, vagy nekem is érdekes, vagy hát, ha másnak is érdekes. Szóval ilyen jó indulatú próbálkozás, figyelmeztetés, vagy figyelemfelkeltés, nem tudom. Érdeklődő vagy kíváncsi alkat is? Hát, vagy a kettő együtt jár? Nem, hát mindig mindent, vagy sok minden érdekelt, igen. Úgyhogy most már lassan várom azt, hogy elmegyek nyugdíjba, és akkor olvasgatok egy kicsit, meg szemezgetek, meg hát mindenféléket. Időnként a könyvtárba beülök, és akkor olvasgatok, és már saját könyvtáramba, és akkor erről is elfelejtkeztem, itt is itt van ez, meg az, szóval fantasztikus történetek vannak még lappangva. Amikor beszélgettünk és egyeztettünk a mai találkozónkról, akkor azt kértem öntől, hogy hozzon magával valami dolgot. Uh-huh. Mi az, ami ide érkezett? Hát több dolgot is hoztam. Az egyik, az egy kis rajzocska, amit nem tudom ezt, hogy tudunk itt. Igen, abban a kamerában meg tudjuk nézni, bemutatni. Igen. Jó, hogy ezt Kass János rajzolta. Nagyon kedves barátunk volt, és hát ugye most 95-ben volt egy nagy kiállítás, amit én nyitottam meg, és a rendszerváltás kapcsán kértem, hogy rajzolja meg a tolerancia szimbólumát, és akkor ő a Szent Ferenc motívumot rajzolta meg, amiben Ferenc nem csak a madaraknak, hanem a többi állatnak is, a többi embernek is prédikál, és hát ami most van, ugye, hogy egyik ember nem figyel a másikra és nem törődik vele, azt gondolom, hogy ez még mindig nagyon, nagyon aktuális. És aztán most meg ugye újra azzal, hogy a pápa a Ferenc nevet választotta, és hát a Ferenc, a Szent Ferenci magatartást választja, azzal megint ez az egyszerűségre és a nagyszerűségre való törekvést jelenti, úgyhogy ez volt az egyik. Aztán minden zsebemben van valami. Minden zsebében van valami? Igen. A másik az, amit a szenioroknak adunk, a nyugdíjba menő kollégáknak, ez Nagy Benedek Móri szobrász barátunknak a nagyszerű alkotása, amelyik a Szent Márton legendát dolgozza föl. A római katona odaadja a koldusnak, az arra rászorulónak a köpenyének a felét, és tulajdonképpen egy orvosnak, illetve egy tanárnak, vagy egy egészségügyben dolgozó nővérnek is ugyanilyen az élete, hogy a fél életét azt a betegekre, a tanítványokra áldozza. Ide ráírtuk
Hippokratesnek azt a gondolatát, hogy ars longa vita brevis, ami magyarul azt jelenti, hogy a művészet az örök, azaz hosszú, tehát örök, de az élet az rövid. Úgyhogy ez a következő, és a harmadik pedig másik zsebemben. Tényleg minden zsebébe hozott valamit. Az pedig egy kis faragott gyufatartó, amelyik nem sokára 200 éves lesz, és 1817 van ráírva, de ami ennél sokkal érdekesebb, az az, hogy ide belülre meg az van ráírva, hogy Dani. És ez egyházas hetjéről került elő, és ez a bizonyos Dani, ez Berzsenyi Dani. Na. Úgyhogy ez az övé volt. Egy nagyon szép kis ilyen hát pásztorfaragás. Úgyhogy megvan még ez a kis recéje is, úgyhogy itt lehetett úgyhogy ezt a hármat hoztam magammal. Ez nagy tehát szerintem nagyon érdekes, és sok mindenkinek sok mindent jelent, és elárul önről, akkor ezek szerint szereti a szép dolgokat is gyűjteni. Igen. Igen, hát szóval orvosként hozzá van szokva az ember, hogy sohasem a teljes képet látja, hanem mindig egy részt. Tehát ebből a részből összerakni, kirakni dolgokat, kitalálni dolgokat, ez is az ember, egy orvosnak a fantáziájához ez is hozzátartozik. Most így beszélgetés közben néhányszor felmerült bennem a gondolat, főleg amikor említette, hogy majd amikor nyugdíjas lesz és le fog ülni a könyvtárába, és lesz ideje olvasni, hogy egyébként hogy tudja összeállítani a napi rendjét, hogy meglegyen a munka is, meglegyen mellette azért a stresszoldó szépség megtalálásra az idő, és hát nyilván gondolom mellette a családra is jut idő. Igen. Hát nem könnyű. Nem mindig könnyű. A lányaink már nagyok, ők önállóan élnek, és Budapesten vannak, tehát velük ilyen szempontból hétközben nincs gond, hétvégén rendszeresen találkozunk, vagy beszélünk, tehát mi megyünk, ők jönnek, nem jövünk, mindenki a saját problémáját, vagy programját rendezi, és telefonozunk. Ugye van két kicsi kutyánk, akikkel én rendszeresen sétálok, reggel biztosan, este. Tehát az edzésprogram is megvan. Az edzésprogram, hétvégén nagy kirándulások, úgyhogy Vértes, Velencei hegység, szóval ezeket feltétlenül. Hát napközben, hétközben munka, hétvégén laza program. Időnként este egy színház, hangverseny. Úgyhogy, hát és akkor késő este lefekvés előtt olvasás. Ugye, és akkor levél. Most már azért nem vagyok annyira jó levélíró, mint valaha. Interneten is bóklászik az ember, olvasgat. Kicsit kamarázunk, kicsit ez, kicsit az. Programokat szervezünk, programokat élvezünk, szóval... Szóval így próbálja beosztani az idejét. Hogyha még egy gondolat erejéig a könyvekre visszatérünk, akkor mi az, amit legutóbb mondjuk a szívesen lapozgatott, vagy mi az, amire leginkább vágyik, hogy mi legyen a következő jó könyv, amit felcsaphat? Hát... A nagyon nehéz olvasni, tehát a lelkileg nagyon megterhelő dolgokat, azokat nyáron a szabadságban tudom elolvasni, mert egyébként akkor nem tudok föltápászkodni. Úgyhogy most ezt a Báró elvtárst olvastam utoljára. Ez egy holland író, újságíró írónak a nagyszerű könyve, amiben főleg erdélyi, de magyarországi arisztokratákról írnak, és hogy hát milyen őrületes megpróbáltatásaik voltak, és
ez egy ismeretlen világ, részben ismeri az ember, szóval nehéz. De akkor ez volt a legutóbbi élmény, és készülnek, ugye nyaralásra említette. Van Igen. kedvenc hely ilyenkor? Hát sok kedvenc hely van. A Bánki Zsuzsa régész asszony mondta annak idején, hogy ő úgy nyaral legszívesebben, vagy mindig, hogy a limeszen belül marad, tehát a valamikori római birodalom határain belül. Mi is majdnem tartjuk ezt a szoktunk Erdélybe, Felvidék, Szepesség, Magyarországon belül, legutóbb éppen Zemplénben is, Sárospatak és Telkibánya, ezeket a részeken, az Őrség, régi nagy szerelem, úgyhogy Olaszország, vannak helyek, és még nem voltunk mindenhol. Hát én ehhez nagyon sok sikert kívánok, hogy be tudják járni az összes felfedezésre váró tájat. Azt hiszem, hogy csak itt a határokon belül, hazánkban is számos olyan helyszín van, amit érdemes mindenkinek megnézni. És azt is köszönöm, hogy beengedett minket a magánéletébe is egy kicsit, és megismerhettük, hogy ki az az Altorjai András. Köszönöm, hogy itt volt. Nézőinknek pedig megköszönném a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is jelentkezünk. Viszontlátásra!